A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Különleges nap a mai, mert egyben túraverseny és pályaverseny is lesz. Ilyen jó vitorlászató szél lesz szerintem, úgyhogy egy jó kis versenyre számítok mindenképpen. Néztem a meteorológiát, ez majd egy kicsit gyengülni fog. A mai nap tétje számunkra az, hogy a Yardstick 2 osztályban megtartsuk az összetett ötödik helyünket. Ez egy fontos eredmény lenne számunkra, mert ez eddig a legjobb eredményünk a bajnokságban. Nekünk még van tétje ennek a mai napnak. Ha második helyen tudunk végezni az egész sorozatban, akkor az most nekünk az elérendő cél. Magyarul ilyen második, harmadik hely körül állunk, de hát még tudunk rontani negyedikre is. Jelen pillanatban, hogyha kiesőt is számolunk, akkor 4 ponttal vezetjük a Yardstick 3-at, úgyhogy ha nagyon nem rontjuk el a mai versenyt, akkor bármi lehet, de azért izgulunk. Reggeltől kezdve van egy front, ami most jelenleg megy végig az egész Balatonon. A Met.hu is teljesen lilát ír az egész Balatonra. 10 órára várunk egy leállást, amivel már tudunk versenyt rendezni. Ugye itt a déli partnak a különböző adottságai most jelenleg nem engedik meg azt, hogy kimenjünk, főleg egy ilyen versenyen, ahol tényleg vigyázunk a technikára, az emberekre. És úgy van meghirdetve, hogy mindenki indulhat, aki csak szereti a vitorlázást, az is, és mondjuk nem profi vitorlázó, így mindenképpen egy halasztásra fogunk ma reggel kezdeni. Különösen nagyon szép ez a mai nap, most töltöttem be a 60. évemet, és ez egy szép ünnepés, hogy itt a verseny részt vettünk. Sajnos egy pár versenyt ki kellett hagynunk, de ez mindig az ünnep, ez a befejező futam. Ezt nagyon szeretem, ez egy kellemes délután lett az egészből. Nagyon örülök, hogy a gyerekekkel is tudtunk egy ilyen szép kis vitorlázást tenni. Hát az eredményt azt, amit tudtunk, a középmezőnybe végeztünk. A Bart regatta nekünk nagyon fontos, nagyon szeretjük, hogy ez egy versenysorozat és 5 részes, és mi így tervezzük a nyarunkat, hogy részt tudjon venni a csapat rajta. Versenyileg is azt mondom, hogy nagyon jó szeleket fogtunk ki az idén, és jó teljesítményeket lehetett produkálni. Ez a legfontosabb, hogy jó egészségben, jó szélben. Jó társasággal. Láttuk ennek a versenynek a fejlődését, gyakorlatilag néhány fősről mostanára elmondhatjuk, hogy alkalmanként 60 versenyző is elindul egy-egy ilyen versenyen, ezzel gyakorlatilag az egyik legnagyobb amatőr vitorlás versenynek mondhatjuk a Balatonon. Abszolút azt gondoljuk, hogy túl azon, hogy a bérlőinknek szerzünk egy kellemes napot, remélhetőleg nem csak a saját bérlőink, hanem a egyéb vitorlásportot szerető közönségnek is tudunk biztosítani egy-egy jó versenyt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell gondolkodnunk a jövőn is. Az idén bevontuk a szervezésbe a Magyar Vitorlás Szövetséget, azt reméltük ettől, hogy szakmailag magasabb szintű lesz a szervezés, és hát a jövő évre el kell gondolkozunk, hogy tudunk még tovább lépni a Bahart Regatta sorozatban. Láttam, hogy az együttműködés jól sikerült, a nevezések számából is látszik ez, illetve az aktivitásból is, tehát nagyon sok olyan hajónk van, aki majdnem az összes futamon vagy az összes futamon indult. Meglátjuk, tárgyalásokat még egyelőre nem folytattunk, de azt gondolom, hogy mi szívesen folytatnánk tovább így vagy még jobban. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta.